Egészségesen fejlődnek a megye dohány ültetvényei, ahol az aktuális talai és növényvédelmi munkák mellett a csapadékra várnak leginkább a termelők. Az ULT Magyarország már tavasszal megkötötte a szerződést közel 800 gazdálkodóval az idei termés megvásárlásáról. Az ágazat támogatási rendszerének változása miatt több száz hektárral csökkent a dohány területe a megyében. A dohány a szerződés pillanatában nem igazán látták, hogy milyen támogatás, konkrétan milyen támogatási formába és milyen összegbe fognak részesedni, függetlenül attól, hogy ez nagyon sok helyen elhangzott. Ezért néhányan sajnálatos módon abba hagyták legalábbis ebben az évben és nem termelnek. Ugye említettem, hogy mint egy 300 hektárral kötöttünk kevesebb szerződést ebben az évben. Ennek nagy része az oka, hogy vagy részben, vagy kiölegettek, megbetegedtek, vagy az a bizonytalanság miatt nem vállalták a termelési kockázatot. Az idén a Virginia típusúért 520, míg a Burleyért 410 forintot fizetnek átlagban a termelőknek. A dohányültetvények 80%-a szabolcs már Bereg megyében található, így a térség foglalkoztatási helyzetében is fontos szerepe van az ágazatnak. Sikerült ástruktúrálnunk az az évi árképzésünket. Változatlanul két fontos összetevő van a felvásárlási árunknak. Van az úgynevezett minőségdifferenciált alapár, ennek a mértékét az előző évhez képest mintegy 30%-kal növeltük. És van az úgynevezett mennyiségi felár, vagy mennyiségi prémium, ennek a mértékét 150%-ban állapítottuk meg az idén, ez kevesebb, mint az előző évben volt. A hozamokat pedig az 1350 kg-ról felemeltük 1550 kg hektár, tehát e fölött mennyiségesebbén fizetünk nyilván a teljes termésre a mennyiségi felárat. Bitner Imre azt is elmondta, hogy az idén megszűnt uniós támogatás kompenzálására a kormány hazai forrásokkal segíti a termelőket. Az átmeneti nemzeti támogatás mellett az úgynevezett de minimis támogatást is igényelhetik a termelők, amelynek feltételei hamarosan kormányrendeletben jelennek meg.